Futam előtti eligazítás. Hivatásos és önkéntes tűzoltók várják az idei lépcsőfutó verseny rajtját. A megmérettetésen két fős csapatban és egyéni kategóriában is indulhattak a résztvevők. A vármegyei fordulót 4 év kihagyás után 18. alkalommal szervezték meg Nyíregyházán. A bajnokság célja, hogy versenykeretek közt is felmérjék azt az extrém fizikai igénybevételt, amely a speciális tűzoltói beavatkozásokhoz is szükséges. Minden tűzoltó elvárás, hogy jó fizikummal, megfelelő állóképességgel rendelkezzen. Szinte minden vármegyei településen vannak szintes épületeink, tehát szükség lehet arra, hogy szinteket kell legyőzni, és nyilván társadalmi elvárás az, hogy a tűzoltó megfelelő fizikai állapotban, megfelelő terhelhetőséggel legyen, és meg tudja menteni az életeket, a vagyoni kárt meg tudja előzni. Ők az első versenyzők. A résztvevőknek a Bánki Donát Műszaki Középiskola külső lépcsőin kell felfutni, ami 9 emeletet és pontosan 191 lépcsőfokot jelent. Ráadásul mindezt több mint 20 kg túlsúllyal, teljes légzésvédelemben, mászóövvel a derekukon, 2 darab tömlővel a vállukon kell teljesíteni. A tűzoltók között van olyan, aki már évek óta rendszeres résztvevője az ilyen sportversenyeknek. Nem csak hazai, hanem nemzetközi bajnokságok dobogós helyezettje is. Több alkalommal is indultam már ilyen lépcsőfutó, illetve tűzoltó versenysportokban. A Magyar Tűzoltó Sport Egyesülettel külföldön szoktunk szerepelni, ahol eredményes résztvevői vagyunk a nemzetközi versenyeknek. Tavaly éven 2023-ban Olaszországban a kategóriám első helyét sikerült megszereznem. A magyarországi lépcsőfutó versenyeknek pedig több alkalommal voltam résztvevője. 2016. február 10-én szereltem fel, és 17-től gyakorlatilag folyamatosan részt veszek ilyen jellegű rendezvényeken. A vármegyei forduló legjobbjai az országos döntőbe jutottak. Egyéniben a hivatásosoknál a kisvárdai Nagy Péter teljesített a legjobban, a leggyorsabb csapat pedig a nyíregyházi lett, Ungi Donát és Oszlár Gábor összeállításban.